Sziasztok, Sess Stilinski vagyok a 2954-es Citizen.com összefoglaló első részével. A teljes műsort közvetítettük, ezeket megtaláljátok a livestreamjeink között, de röviden összefoglaljuk a paneleket, ha valaki nem akar órákat a gép előtt ülni, bár pont ezt a részt kénytelenek vagyunk hosszabban kifejteni. A sorrendtől is eltérünk egy kicsit, mivel a legutolsó panellel, a Star Citizen 1.0-val kezdjük, hiszen a legtöbbünknek valószínűleg ez a legérdekesebb. Rich Tyrer elmondta a panel elején, hogy az 1.0-ás frissítés azért más, mint a nem sokára érkező 4.0, mert utóbbi, a 4.0 még egy alfa frissítés, amiben új funkciók és tartalmak is érkeznek. Ezzel szemben az 1.0 már tényleges kiadást jelent, ami jól futó játék minimális buggal. Ekkor már nem hivatkoznak rá fejlesztés alatt álló projektként, ami teljes letisztázást jelent befejezett játékmenet ciklusokkal, új játékosoknak szóló bevezetéssel, sztori küldetéssel és endgame tartalommal. És ami még nagyon fontos, hogy nem lesznek wipe-ok a frissítésekkor. Így ez egy tényleg állandó univerzummá válik. Az 1.0-ban a .0 azt jelöli, hogy a kiadással nem áll meg a fejlesztés, további frissítések érkeznek, azonban ezek már nem úgy, mint eddig, nem bevezető funkcióként, hanem teljes, mély, kidolgozott játékelemekként kerülnek be. A frissítéseknek sokkal magasabb szintű elvárásnak kell megfelelniük a kiadást követően, mint most. Tehát ha van olyan tartalom, funkció vagy helyszín, ami nem lesz benne a most mutatott 1.0-ban, az azt jelenti, hogy azok is jönnek csak későbbi frissítésben. Itt említették meg, hogy a Kickstarter kampány elején 2012-ben 100 csillagrendszer megalkotásával tervezték az indulást, de ezek a csillagrendszerek akkor teljesen mások voltak, mint a maiak. A bolygók nem lettek volna felfedezhetőek, kis, elkülönült leszállóhelyek lettek volna rajtuk, ahova automatikus leszállással jutottunk volna el. Egy összehasonlítást is mondtak, abban az időben Stantonban 4 Point of Interest volt, de a 100 rendszerben is összesen csak 90. Ehhez képest a mai Stantonban 1626 POI van, és még ez is el fog törpülni amellett, amit a Starhitektúrral fognak létrehozni, amiről szintén lesz egy összefoglalónk. Így visszatérve az 1.0-ához már látható, hogy nem fognak 100 csillagrendszerrel indulni, de a játékban azóta sokkal több tartalom van, sokkal változatosabb lett, így is többet nyújt majd, mint amit a kezdetekben terveztek. Jelenleg a Star Citizen teljesen sandbox jellegű, nekünk kell kitalálni, hogy mit csináljunk, ezután pedig azt, hogy azt hogyan kell, milyen hajó vagy felszerelés kell hozzá. De ők azt szeretnék, hogy a játékosoknak legyen mire támaszkodni, ami bemutatja a lehetőségeket. Ezt egy fő történetszállal oldják meg, ami küldetéseken keresztül vezeti majd végig a játékosokat, és bemutatja a céheket, vagyis a gildeket. Először ezek közül a United Resource Workers Guildet mutatták be, ahol fő foglalkozások közül a roncsfeldolgozó és a bányász van. De ide tartoznak majd másodlagosnak tekinthető szakmák is, például a karbantartók, építők vagy a finomító szakmunkások. A guildek nagyon fontos szerepet fognak betölteni a Star Citizenben, és egy-egy guild számos frakciót fog össze. Ahogy ezeknek a frakcióknak dolgozunk, guild reputációt szerzünk, amit aztán felhasználhatunk a guildeknél szakmába vágó hajók, tervrajzok és tárgyak vásárlására. A gazdasági növekedés mellett a guild reputáció növelése lesz az egyik legfőbb feladatunk a játékban. Ezután David Haddock narratív direktornak adta át a szót Rich, hogy a fentiekről bővebben beszéljen, és ő egyből bele is csapott. A fő küldetés a Föld és a Terra közötti szembenállásról fog szólni, és sok NPC-vel fogunk benne találkozni, akik közül lesz olyan, akivel a Squadron 42-ben is találkoztunk. Alapvetően az egész küldetésre igaz, hogy sok mindent felhasználtak ott, amit a Squadron 42 fejlesztése alatt tanultak. Ez a sztori a mi játéktempónkhoz igazodik majd, bármikor félbeszakíthatjuk és utazgathatunk szabadon az univerzumban, majd visszatérhetünk hozzá később. Ez a mód az új játékosok számára egyértelmű előnyöket nyújt, bemutatja a játékot, a háttértörténetet és a lehetőségeket, hogy mit csinálhatunk a Star Citizenben. De nem csak nekik lesz előnyös, hanem a régi játékosoknak is, és azt hiszem mindenki, aki már most játszik a játékkal, ebbe a csoportba fog tartozni. Mégpedig azért, mert a fő küldetés végigjátszásával elérhetjük, hogy a birodalom állampolgárai legyünk, ne csak egyszerű civilek. Az állampolgárok ezt a címet azért kapják, mert valamilyen módon tettek a birodalomért, és cserébe kapnak bizonyos kedvezményeket, amiket a sima civilek nem. Nem említették a kedvezmények teljes listáját, csak a földbirtoklást hozták fel, ahol az állampolgárok bárhol vehetnek földet a birodalomban, élvezve az ottani védelmi intézkedéseket, de a civilek korlátozva lesznek, hogy melyik rendszerben melyik bolygón lehet földterületük. Ezután az 1.0 területei következtek, itt 5 csillagrendszerrel számolhatunk, a már jól ismert Stantonnal, a hamarosan érkező Pyroval, az azt követő Nix-el, az idén bemutatott Kastrával, valamint a birodalom égkövével, a Terrával, aminek egyesek szerint az emberiség új központjának kellene lennie.
Mindez öt rendszerben számos bunker, felszíni és űrállomás, valamint egyéb point of interest lesz lerakva különféle biomokkal, amiknek készítését a Stantonnal és a Pyroval tökéletesítették. De ezen kívül lesznek a különböző helyszínekhez kötődő sztori küldetések is, amik rövidebbek lesznek, mint a fő küldetés, de tovább mélyítik az ismeretünket a lore-ban. Most nézzük részletesebben a korábban említett gildeket, amelyekhez külön-külön küldetések is kapcsolódnak. Ezek a küldetés típusok már vagy fejlesztés alatt állnak, vagy szerepelnek az 1.0-as roadmap-en, és az a céljuk, hogy a küldetések egy jelentős része ne a mobiglászon keresztül legyen elérhető, hanem valakivel személyesen vagy videóhívás során kelljen beszélni, és így kapjuk meg a következő feladatunkat. Ezért a különböző frakciók kapnak vagy kaphatnak egy karaktert, aki képviseli őket. Nézzük a gildeket. Az első már látott United Resource Workers, ami főként a termelő foglalkozásokat foglalja magában. A következő az Interstellar Transport Guild, ami a kereskedésre és a szállításra koncentrál, akár személy, rakomány vagy adatszállításról van szó. Ezt követi az Imperial Sport Federation, ahova olyan frakciók tartoznak, mint a Murray Cup vagy az Arena Commander, ahol különféle sport vagy sportnak felfogható tevékenységek során mérhetik össze magukat a játékosok más versenyzőkkel. Egyelőre a Szatabol nem szerepel itt. A következő a listában az Academy of Science, ahol a felfedezők, farmerek, kutatók és mentők tartoznak, de itt lesznek a vadászok és gyűjtögetők is. A harci guildnél lesz egy kis csavar, mivel ebből rögtön kettő van, a Mercenary Guild a törvény oldalán és a The Council a törvénytelenen. Ha az egyikhez csatlakozunk, akkor a másik azonnal ellenségnek tekint minket. De hogy még több szint kapjon az univerzum, fontosnak tartják, hogy a különböző helyszínek emberei megfelelő viselkedést kapjanak, így például Lorville utcáin fásult emberek sétálnak majd a munkába, miközben nyomasztja őket az elnyomó rendszer egyre fokozódó szorítása, ezzel szemben Horizonon lelkes turisták sétálgatnak felszabadultan egyik látványosságtól a másikig. Most visszakanyarodunk Chris Tyrerhez és a játékosok progresszéhez előrehaladásához. Két fő terület lesz, ahol fejlődni kell, az első a most látott gildek reputációja, a másik pedig a gazdaság, amit a Starsteam irányít, ez dinamikusan működik majd, automatikusan változtatja a termékek, szolgáltatások árát a játékosok cselekedetei alapján. De fontos, hogy a kreditek ne csak befelé áramoljanak a játékba, hanem onnan ki is vezetődjenek, hogy ne kerüljön a gazdaság egy hiperinflációs hullámba. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatásoknak, mint a javításnak, üzemanyag és lőszer újratöltésnek kell, hogy legyen ára. Ide jönnek még az adók és a biztosítások. Két fő adóforma lesz, az egyik az öröklési, ami a Death of the Spaceman funkcióhoz kapcsolódik, a másik pedig a védelmi adó, amit azért fizettünk, hogy a bázisunk védve legyen a bolygó védelmi pajzs által. A biztosításnak is lesz két formája, az első a kórházi biztosítás, ami a lenyomatunk tárolását, klónok újragyártását jelenti, valamint a legfontosabb a hajó biztosítás. Utóbbi azért is kell, hogy súlya legyen a hajók elvesztésének, jobban megérje megpróbálni visszaszerezni azt, ha esetleg nem semmisült meg. A biztosítási rendszerről készítettünk egy külön összefoglaló videót, ami már a CitizenCon után kiadott bővített információhalmazt is tartalmazza, így erre itt most nem térek ki. Mivel a hajó visszaszerzése a biztosítással hosszú idő lesz, kifejezetten a nagy hajóknál, tekintve, hogy azokat a gyártási időkhöz akarják kapcsolni, ezért mindig jobban meg fogja érni, ha visszamegyünk a hajónkért és nem újat kérünk. Emiatt bevezetnek egy szolgáltatást, amikor egy hajó visszavisz minket a sajátunkhoz, majd automatikusan visszatér az állomásra. Ezután a játékmenet ciklusokra tértek át, ezt egy bányász példájával mutatták be. Jelenleg aki bányászik, az jutalmul UEC-et, valamint a bányászás élményét kapja. De az 1.0-ban célt is adnak hozzá, ha például a játékosunk a bányászat mellett szeretne magának szerezni egy Hornet F7A MK2-t, akkor azt nem tudja megvenni a boltban, mivel ez egy katonai hajó, azt pedig csak legyártani lehet. Ezért bányásznia kell, hogy növelje a reputációját a United Resource Workers Guild-el, legyen pénze egy földterületet vásárolni, majd ott felhúzhasson egy hajókat gyártó hangárt. Ezt követően vásárolhat egy Mustangot, amivel nekiállhat reputációt gyűjteni a Mercenary Guild-el, hogy megvásárolhassa tőlük a Hornet F7A MK2 tervrajzait. Mikor ezzel is végzett, akkor vissza kell térnie bányászni, de most már abból a célból, hogy a hajóhoz szükséges alapanyagokat összegyűjtse, ezzel pedig bezárul a játékmenetkör. De ez minden foglalkozásnál megtalálható lesz, nem csak a bányászatnál. Látjuk tehát az utat, amit be kell járniuk, de nézzük, hogy a célban milyen endgame tartalmak várnak ránk. Lesznek a nyílt világban található tartalmak, küldetések egyénileg vagy csoportban és az egész szerverre kiterjedő események. De lesznek instanszokban szerveződő tartalmak is, amelyekben nem csak multikrú hajókat, hanem egész flottákat irányíthatunk majd. Ahogy a gildekkel fejlődünk, el lehet majd vállalni magas szintű szerződéseket kormányzati szervektől, amelyek prototípus és katonai tervrajzokat is adhatnak cserébe.
Ezeknél a küldetéseknél egy-egy ork teljes flottájára szükség lesz a kapitálhajóktól a támogatóhajókon át a vadászokig. De lesznek specializáltabb gyalogos küldetések is, amelyeknél jól összeszokott csapatokra van szükség, hogy sikerrel záruljanak. A fentieket túl jönnek a dinamikus események, amelyeket a Star Sim irányít. Ez figyelni fogja a játékosok és NPC-k aktivitását, és ezek alapján eseményeket indít el, például nagy mennyiségű nyersanyag szállításakor van esély, hogy kalózokat küld a szállítóhajókra. De ezek csak egy részét jelentik az endgame tartalomnak, amit lefedik a nem harci és PvE részt, lesz PvP része is, amit ketté kell szedni a három törvényes csillagrendszerre, a Stentonra, Terrára és Kastrára, valamint a kettő törvénytelenre, a Pyroira és a Nyxre. A különbség megértéséhez kezdjük Stentonban. A törvényes terület a magas, közepes és alacsony biztonsági szintű zónákból áll majd. Minden területet felügyelnek majd a biztonsági erők, és a terület szintjétől függ majd az, hogy milyen gyorsan reagálnak. A reakció mértéke növekedni fog, hogy egy idő után mindenképpen felülkerekedjenek a támadókon. Ez azt jelenti, hogy ha valakit megtámadnak, akkor ki kell tartania egy bizonyos ideig, mert a segítség úton van. A kalózok megzavarhatják a területek megfigyelését, ha lekapcsolják a kommunikációs állomásokat, ilyenkor dinamikus küldetések generálódnak a visszakapcsolásukra. Ez az a PvP, amit már most is ismerhetünk, csak biztonsági erők nélkül. De mielőtt megnéznénk, hogy mi a helyzet a törvénytelen zónákban, térjünk ki arra, hogy mi történik, ha a kalózok ténylegesen ellopnak egy hajót. Ehhez a tulajdonlást kell először meghatározni. Minden hajó és nagyértékű tárgy automatikusan kapcsolódik majd hozzánk. Ez azt jelenti, hogy ha valaki ellopja a hajónkat, akkor azt megjelölhetjük lopottként. Ezt vagy biztosítási igényként, vagy a mobiglászunkon tehetjük meg. Ez elindít egy Deadman Switch kapcsolót az ellopott hajóban, ami azt jelenti, hogy az egy idő múlva leállítja a hajó rendszereit. Azonban kalózként lesz lehetőségünk a hajót roncsfeldolgozni, akár szét is bonthatjuk azt egy hajógyártó hangárban, vagy ha elég magas a reputációnk a bűnöző gilddel, a Council-lal, akkor ezt a Deadman Switch kapcsolót ki is iktathatjuk, és vehetünk egy új tulajdoni lapot, mint a hajó új tulajdonosai. A műsorban nem volt benne, de a Discordon felmerült, ez nem jelenti azt, hogy te elvesztetted az oldalon valódi pénzért megvásárolt hajódat, mert ha el is lopják, biztosításból vissza fogod tudni szerezni azt, a korábbi verziója pedig egy kalóz in-game szerzett hajója lesz. Ha a lopásra egy törvényes rendszerben kerül sor, akkor kell majd keresniük egy ideiglenes ugrókaput, mivel minden nagyobb helyszínen a VAM ellenőrzi majd az érkezőket. Most nézzük a törvénytelen területeket, példaként Pyrót. Itt jó minőségű alapanyagok lesznek, de a kitermeléshez nagy kockázat is társul, mivel a rendszerben komoly kalóz tevékenység folyik. Mivel a gyártás egy fontos eleme lesz a játéknak, így szükség lesz bázisokra a kitermeléshez, és itt találkozhatunk a bázis támadással, aminél szükség lesz több haderő összedolgozására. Bázis védelmeként építeni lehet majd falakat, lövegeket és a legfontosabbat felszíni pajzsokat, ami a planetáris pajzs helyi kis méretű megfelelője és meg fogja védeni a bázist például a bombázástól. Egy nagyon fontos különbség van az itteni és a planetáris pajzsok között, az, hogy az előbbieket ki lehet kapcsolni. A támadóknak tehát a felszínen be kell jutniuk a bázisra, és kézzel kikapcsolni a pajzsot. Ezután lehet lebombázni a bázist, de akár a földről is el lehet pusztítani. Ha viszont az alapanyagokat akarjuk megszerezni, akkor hekkelésre és robbantásokra van szükség. Viszont ehhez a játékelemhez szükséges, hogy a játékosok egyáltalán építsenek bázisokat. De az a cél, hogy enélkül is legyenek célpontok, erre pedig a Seal által 2604-ben tesztelési és bemutatási céllal létrehozott rendszer szintű Shield hálózat lesz alkalmas. A cég alapvetően a pyroi bányászokat bérelte fel, hogy dolgozzanak a bázisain, állomásain, amikért Shield tokeneket kaptak, majd ezekért cserébe a cég pajzsot biztosított a településeikre. De ez a rendszer nem volt elég arra, hogy az egész bolygót lefedje, ezért csak a legtöbb tokengyűjtő vállalkozások tudtak védelmet kapni, amivel létrejött egy pajzsbázisokból álló hálózat. Ezek számos orbitális pályán keringő állomáshoz kapcsolódnak, amelyek pedig egy közeli Shield Relayhez, végül ez kapcsolódott a központi állomáshoz, a Shield Corehoz, ahonnan a védelem elosztását irányították. A Seal azóta már kivonult Pyroból, de a rendszer fennmaradt és a fenti bázisok állomások elfoglalásával továbbra is tokeneket lehet gyűjteni. Minél magasabb szintű egységeket tart kézben egy org, annál több tokent tud gyűjteni, majd hetente a legtöbb tokent ajánló orgok megkapják a védelmet. Így tehát a bázis támadás mellett megjelenik az állomás támadás is. Végül nézzük az endgame tartalom utolsó nagy elemét, ilyen Leylanddel, ami az orgok számára biztosítja a legmagasabb szintű elfoglaltságot. Ez nem más, mint a játékos űrállomás. Ezek építhető állomások lesznek, és az orgok tevékenységi központjai lehetnek egy-egy rendszerben, az építésükhöz pedig hatalmas mennyiségű alapanyagra és időre lesz szükség. Az építés csak a Pioneer által készíthető, Supply Bay nevű építő platformmal kivitelezhető.
Ha ez készen van, akkor innen kezdhetjük építeni az állomás alapját, amihez a platform drónokat használ, ezek a raktérre illesztett alapanyagokból fognak dolgozni. Az alapanyagok fajtái számítani fognak, és azokat folyamatosan újra kell tölteni. Emiatt az orgoknak ki kell építeni ők a logisztikai láncot, hogy folyamatos legyen az ellátás. A felszíni bázisokkal ellentétben a platform egyszerre több drónt is használ, és ha a bázis elkészült, akkor a Supply Bay is beleintegrálódik. Így épül meg az állomás központi eleme, aminek ekkor már működnek alapvető funkciói. A tetején látható a híd, ahonnan a további építkezések végrehajthatóak, valamint az egész állomás állapota nyomon követhető, hozzá lehet férni az energia és vízellátáshoz, a hűtéshez, de itt lehet beállítani a jogokat is, hogy ki hova léphet be. Ez jelentheti az orgon belüli rangok elosztását, vagy akár azt is, hogy az állomás egy részét megnyitják minden oda látogató játékos előtt. De itt van a radarállomás is, ahonnan figyelemmel lehet követni az állomás környékének tevékenységét, és itt lesz elérhető az a lista is, ami naplózza az állomás látogatóit és azok tevékenységét. A híd hátuljából érhető a központi tranzitállomás, ami fizikailag köti össze a teljes állomást. Az építmény minden szintjén középen egy lobby van, az állomás hatalmas területeit pedig az orgok a saját ízlésük szerint dekorálhatják. És ha már hatalmas térről van szó, akkor megemlítették, hogy nem lesznek mágikus liftek és szobák, az állomás belső tere egy az egyben megegyezik a rendelkezésre álló ülsőtesttel. Az állomás legalján található az engineering fedélzet, ahol a mérnökök, gépészek dolgoznak, és itt zajlik a karbantartás fő része. Efelett van a hangárfedélzet, ahonnan hozzá lehet férni az egy alapból jelenlévő large hangárhoz, valamint a másik kettő opcionálisan beépíthető médium hangárhoz. Ezen kívül kettő dokkolókar is van az állomáson. A fentieket úthálózat köti össze, amelyen keresztül járművel is könnyen megközelíthető bármelyik hangár. Ezekben több hely van teherlifteknek, nyitott hajó vagy járműparkolóknak, valamint kapcsolódási pontoknak az úthálózathoz. Lesz egy felsőbb szint, amely a hangár irányítóközpontjaként szolgál, innen irányítani lehet a teher és járműlifteket is. De további belső konfigurációra is van lehetőség, az állomás úthálózata adott, és ezen több kaput is elhelyeztek. Ezeknek tír 1-től 3-ig van méretük, amely meghatározza, hogy milyen helyiséget lehet mögé rakni. Itt lehet bővíteni az állomás belső területét, a felépítésükhöz pedig idő és alapanyag szükséges. Ha elkészültek a szobák, akkor elnevezhetőek lesznek, és a térképen is így fognak megjelenni. Lehet építeni teljesen üres szobákat és magunktól berendezni, de van lehetőség már előre elkészített helységekre, például kantinra, orvosi létesítményre, lakóhelyekre és generátorszobákra. És ami nagyon fontos, boltokat is ki lehet alakítani, ahol aztán a játékosok megvásárolhatják az általunk készített fegyvereket, tárgyakat, páncélokat. De ez csak a belső rész, a külső rész is bővíthető. Kívül vannak kis és nagyméretű csatlakozási pontok. A kisméretű pontokra elhelyezhetünk védelmi egységeket, vagy alapanyag, például gázgyűjtő építményeket. Ezek áramellátása egy fontos dolog lesz, ezt a hídról lehet kezelni. A nagyméretű csatlakozási pontokból kettő áll rendelkezésre, amelyekre háromfajta szárny kiegészítés helyezhető, a raktérszárny, a finomítószárny, valamint a hangárszárny, ami nagyban megnöveli az állomás hangárkapacitását, valamint további dokkoló gyűrűk is lesznek rajta. Ezek a szárnyak belső úthálózattal kapcsolódnak majd az állomásra, a csatlakozási pontokon keresztül. De nem csak funkcióban, hanem kinézetben is lehet majd döntéseket hozni, az állomások dizájnját színekkel és feliratokkal, orglogokkal lehet feldobni. A fentieken túl lesz két további egyedi kiegészítési pontja az állomásnak, a tetején és az alján. A tetején a varjúfészek nevű toronylakás építhető fel, ami kreatívan berendezhető, míg alulra egy repülőfedélzet kerül, ami további három nagyméretű csatlakozási pontot is tartalmaz. Ez a fedélzet tökéletes a gyors reagálású védelmi erőknek, a legjobb választás, ha a fighterek vannak itt, de nagyobb hajók is beférnek, és itt is lesz egy irányítóterem, mint a hangárban, teherlifttel, ami egyszerűvé és gyorsá teszi a vadászok újratöltését. Erre pedig azért van szükség, mert egy állomás egy alacsony biztonsági szintű csillagrendszerben potenciális célpontja lesz a támadásoknak. Egy állomás tehát nem csak a felkészülési pontja a támadó műveleteknek, hanem egy olyan terület, amit meg is kell védeni. Magát az állomást nagyon nehéz lesz megsebezni, szóval a támadók célja inkább a kifosztása lesz. Az értékek megszerzéséhez azonban hekkelésre lesz szükség a teherlifteken keresztül, de a liftek feloldásához a hidat is el kell foglalni. Védőként lehetőség lesz az állomáson belül is elhelyezni kapukat, amikkel lezárhatóak lesznek állomásrészek, és különféle ember vagy jármű elleni tornyokat is lehet telepíteni, amik feltartják az ellenséget addig, ameddig az erősítés megérkezik. Ez tehát az egyik endgame cél lesz az erre az útra tért orgok számára. De ez még nem minden, van még egy egyedi modul, amit felépíthetünk, ami a szárazdok, amelyben hajókat gyárthatunk.
A dock megfigyelő fedélzettel, gyártóállomásokkal és tranzitrendszerrel rendelkezik, amellyel egyből az épített hajó zsilipjét kötik össze az állomás többi részével. És arra is választ kapunk, hogy mekkora hajókat lehet építeni, ezt pedig nem aprózták el, hiszen akár bengálokat is gyártatunk magunknak vagy másoknak megrendelésre. És ahogy láthatjuk, az állomások összekapcsolhatóak lesznek egy hálóba, ha valamelyik orrnak egy állomás már nem is elég. Végül Rich Steirer visszatért egy összegzésre. Ahogy az előadásokban látszik, a Star Citizen mind a három az előadás elején felsorolt játékos típusnak ad célt, és ezeket a játékmeneteket össze is köti egy nagyobb rendszerben, ahol a PvE játékosok megszerzik a legmodernebb tervrajzokat, a nem harci játékosok az alapanyagokért felelnek, végül a PvP játékosok védelmet nyújtanak nekik a csatákban. Ez pedig válasz arra, hogy mi is a Star Citizen, mi pedig az 1.0-át bemutató panel végére értünk. A további panelekről várhatóan rövidebb, áttekintő jellegű videókat készítünk a jövőben. Köszönjük a sok-sok UEC-et, amit a patreon.com/shoppos oldalon keresztül kapunk, és mindenkinek hálásak vagyunk, aki bármely platformon velünk tart ezen a hosszú utazáson. Ha még nem tettétek, kövessétek rendszeresen a weboldalunkat, a starcitizen.hu-t, és csatlakozzatok a Discord szerverünkhöz is, ahol hozzá hasonló emberek várják a Star Citizen újabb és újabb fejlesztéseit. A Discord szerver linkjét megtaláljátok a videó leírásában. Vigyázzatok magatokra, és találkozunk a Stanton rendszerben. Stinsky? Stolinsky. Stolinsky? Stolinsky. Good job, Stolinsky. Yes, good job, Stolinsky. So